Az egriek szokás szerint Debrecenben, az Oláh Gábor utcai stadionban kezdtek, mindössze 200 néző előtt. Egy óriási lövés a 6. percben, a salvadori Rafael Burgos dolgoztatta meg Brilliac kapust. 24. perc, egy beadás, és egy parádés fejes mondhatnánk, ha Petr Knakál nem a saját kapujába bólintott volna, így ez a találat nem fog bekerülni a Bólincs Tibi rovatba. Vezet tehát a KT Phoenix Mekano együttese. És a Dermet kapus. 10 perccel később Pekár ezúttal jobbról ad be, óriási lehetőség Burgos előtt, aki megelőzte Kovácsot, de mellé lőtt. A középkezdés után Sós Márkó íveli fel a labdát. Hibázik a védő, Preklet, Burgos megelőzi, és parádés mozdulattal csippenti a labdát a hálóba, ezzel 0-2. A 21-szeres salvadori válogatott Burgos első gólja a magyar bajnokságban. Úgyhogy ebben az esztendőben ez már a harmadik csapata, hiszen játszott a cseh Banyikban, illetve az osztrák Riedben. Igazán pengés megoldást alkalmazott Burgos. Egy nagy ugrás az időben, a 72. percben járunk. A bedobás követően Farkas és Német játszik össze. A labda Vujovićhoz kerül, aki gyönyörűen veszi le, de aztán gyatrán mellé lő. Ezután Bertus lövését blokkolja Kovács, majd Jorginho átfűzi magát Stanislavon, de ő sem találja el a kaput. 10 perccel a befejezés előtt Pekár passzolja fel a labdát, majd Bertus, a hosszú oldalon Szalámi érkezik, óriási zicserben, de ebből sem születik gól. Majd már a 90. percben Farkas Ádám a labdával, Csami kapja, aki valahogy begyötri Vaskó mellett, középen Német érkezik, aki perdít, Borszéki azonban véd, a Kecskemét Horváth Ferenccel második bajnokiát is megnyerte. Eger, Kecskemét 0-2.